Jó estét kívánok, ez a Világhíradó, az ATV-n. Teherautó hajtott a tömegbe Stockholm belvárosában. Beszámolók szerint többen meghaltak és megsérültek. A rendőrség terrortámadásként kezeli az esetet, ami a svéd főváros egyik forgalmas sétáló utcájában történt. A teherautó állítólag végigrobogott az utcán, majd egy bevásárlóközpont aljára rohant és kigyulladt. Rakéta csapással válaszolta a szíriai vegyi fegyver támadásra Donald Trump. Az amerikai elnök több országgal egyeztetett tervéről, majd csütörtök este rendelt el a támadást. A Pentagon szerint céljuk az elrettentés volt, nem tervezik a folytatást. Ennek ellenére a rakétacsapás hírére az olaj és az arany világpiaci ára is megugrott. Fénycsóvák az éjszakában. Összesen 59 Tomahawk rakétát lőttek ki egymás után a földközi tengeren állomásozó két amerikai hadihajóról. A célpont a szíriai kormányerők egyik katonai légibázisa volt, és persze az ott található repülőgépek, valamint a légvédelmi rendszer. Az Egyesült Államok szerint innen a Homs tartományban található Al-Shariat légibázisról szálltak fel azok a repülőgépek, amelyek Bashar al-Assad parancsára kedden vegyi fegyvernek minősülő szaringázzal bombáztak civileket. Az amerikai rakéták az első hírek szerint 4, más források szerint 6 áldozatot követeltek, és jelentős anyagi károkat okoztak. Ez volt az Egyesült Államok első közvetlen beavatkozása a szíriai konfliktusba, egyben Donald Trump első katonai lépése. A rakétatámadás tényét maga az elnök jelentette be az amerikai népnek. Kedden Bashar al-Assad szörnyű vegyi támadást hajtott végre ártatlan civilek ellen, amihez egy halálos idegmérget használt fel. Assad kiszolgáltatott férfiak, nők és gyermekek életét oltotta ki lassú, kegyetlen halállal, indokolta az elrettentő támadás okát Trump, akitől a parancs kiadása nem teljesen volt váratlan, hiszen az amerikai elnök már a szíriai vegyi fegyvertámadásról nyilvánosságra került első hírekre is úgy reagált, hogy az megváltoztathatja Washington hozzáállását a konfliktushoz. Az amerikai támadás híre megosztotta a nemzetközi közösséget. Egyes országok egyetértésükről és támogatásukról biztosították az Egyesült Államokat. Így tett Washington legrégebbi szövetségese Nagy-Britannia is. London szerint az akció megfelelő válaszlépés volt a szíriai rezsim vegyi fegyvertámadására, és elrettentheti Assadot attól, hogy a jövőben hasonló eszközöket vessen be. A brit védelmi miniszter szerint az amerikaiak tanácskoztak velük a támadás előtt, de nem kérték őket arra, hogy csatlakozzanak az amerikai fellépéshez, és nem tudnak arról, hogy újabb hasonló támadás készülne. Németország is közölte, hogy az Egyesült Államok röviddel a rakéták kilövése előtt tájékoztatta őket arról, hogy támadást indítanak. A támadás kifejezett támogatói között volt természetesen Törökország, amely ismét felszólított az Assad rendszer eltörlésére. A legerőteljesebben az orosz külügyminisztérium tiltakozott, amely agressziónak, provokációnak, egy szuverén állam elleni támadásnak minősítette az amerikai légicsapást. Szergej Lavrov úgy fogalmazott, reméli, hogy a rakétatámadás nem okoz helyrehozhatatlan kárt Oroszország és az Egyesült Államok viszonyában. Moszkva egyúttal indítványozta, hogy az amerikai támadás miatt rendkívüli ülésre hívják össze az ENSZ biztonsági tanácsát. A szíriai külügyminisztérium továbbra is tagadja, hogy vegyi fegyvert vetettek volna be bárki ellen. Szerintük az országba küldött vizsgálócsoportok sem semlegesek az üggyel kapcsolatban. Uzoni Eszterrel, az ATV külpolitikai szerkesztőjével beszélgetek tovább az amerikai légicsapásokról. Szervusz Eszter! Szervusz, jó estét kívánok! Hogyan fogadták az Egyesült Államokon belül ezt a támadást? Milyen volt a visszhangja a kongresszusban? Az amerikai elnök, ha az ország nemzetbiztonsági érdeke, akkor a kongresszus felhatalmazása nélkül is támadást indíthat, tehát nem volt szükség az ő véleményükre, hiszen ő a hadsereg főparancsnoka. Épp ezért nem véletlen, hogy Trump a támadást indokló beszédében hangsúlyozta, hogy ha a szíriai rezsim vegyi támadást hajtott végre a saját területén belül, akkor megteheti ezt azon kívül is, akár amerikai érdekeltségeket is veszélyeztetve, és itt már azonnal a nemzetbiztonsági érdeknél tartunk. Egyébként az ügyel kapcsolatban nyilatkozó egyik brit katonai vezető szerint senkinek nem szabadna képmutatónak lennie. Mindenki tudja, hogy erre a támadásra szükség volt, hogy Assad visszafogja magát, és ne érezze úgy, hogy bármit megtehet. Amit még sokan pedzegetnek egyébként, hogy Trump az ENSZ-t is kihagyta a döntéséből, ahogy ez korábban Irak esetében is történt. Ez viszont azért értelmetlen, mert a biztonsági tanácsban Oroszország és Kína Washingtonnal ellentétes oldalon áll ebben a kérdésben, és ahogy eddig minden Szíriával kapcsolatos lépést, úgy ezt is azonnal
azonnal megvétózták volna. Az oroszok mégis rendkívül hevesen reagáltak a történtekre. Igen, így van, de van itt egy érdekesség. A Pentagon sajtótájékoztatóján ugyanis állítólag elhangzott, hogy a támadás előtt igenis egyeztettek az oroszokkal egy korábban felállított vonalon, az úgynevezett konfliktusmentesítő vonalon. Ezt eredetileg arra használták, hogy az Iszlám Állam és más terrorszervezetek állásait bombázó különböző amerikai és orosz gépek véletlenül se kerüljenek egymással konfliktusba. A kérdés ugye most az, hogy ez a rendkívüli orosz felháborodás csak a médiának, a külvilágnak szól-e, vagy tényleg ennyire elmérgesedik a két ország közti viszony. Oroszország ugye válaszlépésként felfüggesztette az Amerikával kötött repülésbiztonsági megállapodást. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Amerika ezentúl nem fogja tudni, hogy merre repülnek az orosz gépek Szíria fölött, ami veszélyes lehet, hiszen ha bármilyen incidens történnek közöttük, az ebben a helyzetben akár világháborúhoz is vezethet. Ugye az orosz védelmi miniszter mégis, mintha bagatellizálná a történteket, ez taktika, kissé gúnyosan megjegyezte, hogy az amerikai támadás nagyon kis hatékonyságú volt. Nézd, a felvételekből is az látszik, és minden szakértő is azt hangsúlyozza, hogy ennek a támadásnak taktikai célja volt, nem a minél nagyobb pusztítás. A támadás utáni képeken látszik, hogy a repülőtér nem semmisült meg, de ez nem azért van, mert az amerikaiak nem tudták ezt megtenni. Ezekkel a rakétákkal már elképesztően precízen lehet célozni. Látszik az egyik felvételen, hogy az egyik bunkerből kilőtték az alatta álló repülőgépet, anélkül, hogy a bunkerből csak egy kis darab is letört volna. Itt az volt a cél, hogy Trump jelezzen, nem Obama finomkezű politikáját folytatja, hanem igenis odacsap, ha egy olyan dolgot lát. Egyébként, hogy miért nem a pusztítást választott, annak az egyik oka az, hogy a bázis közelében orosz katonák is tartózkodtak, és véletlenül sem akartak orosz áldozatokat. A másik ok pedig az, hogy ez a repülőtér 2013 előtt az Assad rezsim vegyi fegyver raktáraként is szolgált. Assadiknak ugye meg kellett semmisíteniük az ilyen készleteiket, de az Egyesült Államok sem olyan naív, hogy elhiggyék, hogy ez 100%-os meg is valósult. A Pentagon szerint ma is lehetnek még mérges gázok és más veszélyes mérgek a helyszínen, ezért külön figyelmet fordítottak arra, hogy a rakéták ezektől távol csapódjanak be. Eszter, köszönjük szépen! Én is köszönöm! Végleg leteszi a fegyvert szombaton az ETA, ezt ígérte a baszk terrorszervezet egy mai keltezésű levélben, amit a brit BBC médiatársasághoz juttatott el. A spanyolul és tört angolsággal megírt levélben arra figyelmeztetnek, hogy a béke ellenségei még támadást indíthatnak a leszerelési folyamat ellen. Levélben erősítette meg az ETA a leszerelésével kapcsolatos értesüléseket. Azt írták, átadják a birtokukban lévő fegyvereket és robbanószereket a baszk civil társadalom képviselőinek. Támogatom a leszerelést. Nem vagyok ETA szimpatizáns, de néhány politikai elvükkel egyetértek. Ideje volt felismerni, hogy békét érdemlünk. Ne foglalkozzanak a múlttal, mondta egy bilbaói lakos. A baszk függetlenségért küzdő terrorszervezetet 1959-ben alapították a Franco diktatúra idején. Támadásaiban több mint 800-an meghaltak és több ezeren megsebesültek az elmúlt 40 évben. Szerintem garanciákra van szükség. Bizonyos kérdésekben, amelyek még nem tisztázottak, tárgyalniuk kell. Nem csak nekik kell letenniük a fegyvert, mondta egy másik helyi lakos. Az ETA már 2011-ben tűzszünetet hirdetett, de fegyvereit akkor még nem szolgáltatta be. A spanyol kormány nem hajlandó tárgyalni a fegyveres csoporttal. Már ideje volt. Az egész baszk társadalom elégedett, mert sok éven át szenvedett a terrorizmustól. Nagyon örülök neki, hogy sikerült megállapodásra jutniuk. Remélem, minden rendben lesz. A francia és a spanyol hatóságok az elmúlt években az ETA több száz tagját, köztük sok vezetőjét letartóztatták. A csoport fegyverzetének jelentős részét pedig lefoglalták. Sikerült megegyezésre jutni a Görögországnak az európai hitelezőivel arról, hogy átutalják a mentőcsomagjának következő részletét. A Máltán folyó tárgyalásokon a költségvetési kiadások csökkentéséről és további reformokról állapodtak meg. Ezzel lehetővé tették az aktuális görög finanszírozási csomag második részletének az átutalását. Az aténi kormánynak erre azért van szüksége, hogy finanszírozni tudja a júliusban esedékes törlesztési kötelezettségeit. Görögország 2010 óta működik hitelezői támogatással. A folyamatban lévő mentőcsomag már a harmadik, és 86 milliárd eurós összegével az eddigi legnagyobb. A pénzből eddig 31,7 milliárd eurót utaltak át a hitelezők.
Újabb lendületet kapott csütörtökön a belgrádi tüntetés sorozat, amelynek résztvevői Alekszandar Vučić elnökválasztási győzelme ellen tiltakoznak. A szélsőjobboldali múlttal rendelkező, ma már konzervatív szerb miniszterelnököt vasárnap választották államfővé. Azóta országszerte demonstrálnak ellene, a fővárosban minden nap. Sorozatban negyedik nap tüntettek csütörtökön Belgrádban Alekszandar Vučić ellen. A szerb fővárosban csak nem 10 000 egyetemista csatlakozott a tiltakozó menethez. Azért vagyunk itt, mert ez a rezsim minden nap megsért minket, de most túl messzire ment. Több mint egyértelmű, hogy elcsalták a választást és cenzúrázzák a médiát. Vidéken csak a hozzánk hasonló diák tüntetők tudnak a demonstrációkról, mondta egy erdészeti hallgató. A 47 éves Vučić korábban a szélsőjobboldali radikális párt tagja volt, amelynek Európa párti tagjaival 2008-ban megalapították a haladó pártot. A politikus 2014-ben lett miniszterelnök. Nincs rendjén, hogy mások nem tudják, mi zajlik Szerbiában. Valakinek hallatnia kell a hangját. Értem, hogy az időseknek nincs rá energiájuk, de nekünk van. Ideje, hogy felszólaljunk, mert ez egy személyes autokrácia, amit nem engedhetünk, mondta egy biológus hallgató. A múlt vasárnapi elnökválasztáson Vučić a voksok 55%-át szerezte meg, amivel elsöprő győzelmet aratott. Államfői beiktatása május végén lesz. Változásokat próbálunk kezdeményezni az országban, hogy javuljon a helyzet, és azt hiszem, ha lassan is, de sikerrel járunk. A külföldi média figyelmét már sikerült felkeltenünk, szóval sokat tehetünk, mondta egy geológus hallgató. Szerbiában az elnök szerepe ceremoniális jogköre korlátozott. Vučić várhatóan egyik szövetségesét jelöli kormányfőnek, és továbbra is megpróbál hatást gyakorolni a kormányzásra. Tornádok söpörtek végig szerdán Dél-Karolina és más szövetségi államok egyes részein az Egyesült Államokban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapjára feltöltött beszámolók alapján a forgószél épületeket rongált meg, fákat csavart ki és villamos vezetékeket tett tönkre. Legalább két ember megsérült, köztük egy gyerek, amikor egy fa rádőlt a családjának házára. Az eset egy kis településen történt, Dél-Karolina keleti részén. Sok csapadékkal kísért viharok voltak a délkeleti és középnyugati államokban is. Chicagóban az erős szél hullámokat vert a Michigan-tó partján. Vegyes a megítélése Kínában annak a kormányzati tervnek, amely keretében új gazdasági övezetet építenének ki Pekingtől délre. Egyesek reménykedve, mások szkeptikusan gondolnak a beruházásra. Három megye alkotná Kínában a Pekingtől délre épülő új gazdasági zónát. Ebben a szegény halászfaluban már alig várják a fejlesztéseket. Nagyon boldog voltam, amikor meghallottam a híreket. Egyik napról a másikra városlakók leszünk, mondta egy helyi lakos. Önkéntesek viszont nem engedik, hogy a településre építőanyagot szállítsanak. A tervezett gazdasági övezetben az ingatlan spekulások miatt korlátozni kellett az építkezéseket. Sokan akarnak házat venni itt. Tömegével jöttek Pekingből, és elég sokan Liaoning tartományból is, mondta egy építőmunkás. A nagyobb építkezéseknél hangszórók segítségével tájékoztatják az embereket arról, hogy megtiltották az ingatlanok adásvételét. Nagyon aggódunk, hogy a környezetszennyezés miatt felfüggesztik a működési engedélyünket, mondta egy műanyagcsöveket gyártó cég vezetője. Közgazdászok és elemzők szerint kétséges, hogy a tervezett gazdasági övezet olyan sikeres lehet, mint Shenzhen vagy éppen Putong. A területen még gondok lehetnek. A felszín alatti vízkészletek kimerülése miatt az észak-kínai alföld süllyedni kezdett az elmúlt 10-20 évben, mondta egy szakértő. A helyi családok egy része nemzedékek óta földműveléssel foglalkozik. Kétségeik vannak afelől, hogy alkalmazkodni tudnak-e majd az új körülményekhez. Aggódom, hogy a korunkbeli alacsonyan iskolázott emberekre szükség lesz-e a gyárakban. Nehéz megmondani, majd kiderül, mondta egy gazda. A terület, amelyen az új gazdasági övezetet kiépítenék, autóval 2 órányira van a fővárostól. A beruházás pontos részletei egyelőre nem ismertek. És ezek voltak a világhíradó hírei pénteken, kollégáim nevében is megköszönöm egészheti figyelmüket. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!